Sziasztok! Hát ugye jön majd a tévészerelős videó, de addig szereljünk valami egyszerűbbet. Itt van egy Philips boltmixer, ami nem main, csak föttög. Hát most pont föttög is, meg main is, de ez ritka. Szóval megmutatom, hogy lehet szétszedni. Ugye értelemszerűen ezt a vackot innét le tudod szedni. Ez nem kell ahhoz. Ez a motor, ami megáll. És itt látsz ki, hogy pöttyöt, azt ott kifeszegeted. Ez alatt kell lenni a csavaroknak, vagy nem, de mindjárt kiderül. Csak bátran, azaz, jó nehezen jön ki, de kijön az, és én a fázisceruzámat törném össze. Nincs itt egy normális kicsi csavarhúzó? Hát nincs. Ez a baj az ilyen Lidli Aldis készletekkel. Ha sikerült kifeszegetni, akkor ott sima kereszthornyos csavarokat látok. Szerintem PH2-es csavarnyúzóval bele is tudsz nyúlni, azt ki tudod tekerni. Mindjárt megjavulám, szóval nem rakéttudomány, csak egy boltmixer tudomány. Na, essé szép. Szerintem vagy a vezeték, vagy a vezeték lesz, vagy leszakadt egy forrasztás, vagy a színkefe, nem hiszem, hogy elfogyott benn ennyi idő alatt. Egy csavar szétjött. Ezt le kéne róla húzni, ezt a vackot. És egy csavarhúzóval ide alá nyúlsz. Hoppá, beleállítod a kezedbe, ugyanhogy én. Ezt a szürke szart, ezt itt le kéne feszegetnem róla, hogy szét lehessen nyitni. De lehet, hogy szét lehet. Ja, szét lehet, nem kell feszegetni. Szóval így jöhetnénk szét, akár. De itt a tetején még úgy érzem, hogy itt valami lesz, úgyhogy feszegessük szét a tetejét, és egy nagyobb csavarhúzó itt. Ott tudja, hogy lesz még valami trükk. Hoppá, nagyon jó. Mi van ez? Miért nem akarja az igazságot? Lejössz te innét szerintem. Lehet, hogy nem így kell. Aha, lehet. Ott az így el fog törni, és azért fog eltörni, mert itt a csavarja. Látod, én rájövök mindenre. Hát a profit meg az amatőrt ugye mi különbözteti meg? A profi az bátrabban rombol, vagy nem számít neki a boltmixer, mert van másik. Itt is egy kereszthornyos csavar találsz, ezt is kiszeded, na, így már azért képbe leszünk. Na, gyere szét! Erezd el! Oké, hát szét még nem törtem, szóval ez tök jó, bírja ez a kis fedő, innen is kiesik a csavar, és szerintem a vezeték az itt van benne megtörve, de azért szétszedhetjük most már. Most már így szét tud feszegetni a gépet, elméletileg. Most miért nem akarja? Az előbb már egész jó szét volt feszengetve. Na fene. Mitől ugrott ez most ennyire össze? Mindegy, mert a vezetéket, de ahhoz szét kéne azért kicsit szedni, hogy össze tudjam varkácsolni. Valamiért még nem jön. Ugye megint szétfeszítjük itt az alját. Ez a csavar, ez belekapott így magától önként és dalolva. Itt ez az egyik. Azaz, kiestél. Jól van. Jól van, akkor is szétszedjük az anyádat. Valami még nagyon tartja. Valahol még lesz. Itt valahol valami, de nem látszik rajta. Hogy ilyenkor hova mit tettek vajon még bele, vagy csak össze van ragasztva, azt kinézem a Philipsből. Feszegessük több helyen, aztán lesz, ami lesz. Valahol egy kisebb csavarhúzót, ha beleállítasz, utána beletudod a nagyot. Aszonták, tágítás. Vagy bejön, vagy nem. Na. Na jó, ez most így végre bennmaradt. A nagy az a nagy, érted? Mert hogy itt nincsen még egy csavar, az biztos. Meg talán ott sincs. Na majd legalább ti látjátok, hogy mi az, amit szétcsesztem, hogyha... Tök olyan, mintha ott lenne valami csavarozás. Tehát a gomb mögött itt biztos, hogy nincs semmi. De nem tudom, miért nem tudom jobban szétfeszegetni. Nem fogod elengedni ezt a csavarhúzót, ez jó van ott benne. Ez ilyen egyszerű munka.
Hát mindjárt széjjel hasítom, az biztos. Lenne egy fejszém, azért úgy sokkal könnyebb lenne, csak hát itthon lakótelepen fejszével. Na, végre szétpattan, csak nagyon jó meg van csinálva. Szóval most szétjöttünk. Ott van alul valami rugó, amit most így... Aha, ott. Ott van egy rugó. Na, itt van a retkes motor, meg a többi cuccben. Meg a kapcsoló. Hát nem egy atomfizika, az biztos. De hogy ez most hol áll meg? Szerintem itt van megtörve a vezeték. Az óvatosan csináljátok, amit most csak, mert ezt bedugom. Agyon tud vágni, az biztos. Abba biztos, hogy én nem ott. De most mén. Na most nyomod neki, és hajlítgatod. De nem áll meg. Akkor mégse a vezeték lesz. De, megállt. Na, de hol? Milyen kis frankó motor van benn. Megy mind a veszedelem. Na mindegy, levágunk a vezetékből egy kis darabot és beforrasztjuk újra, az jön most. Úgyhogy most kell egy csípőfogó, meg egy kis pálka szerintem. Ki kéne szedni ezt a kis panelt innét, amit itt beletaknyúltak. Elég szépen. Végül is hozzáférek oda pálkához, úgyhogy nagyon nem kell. El tudod, csak ezt a szar ragasztót ott valamivel le kell kaparni először, hogy tudjál, hogy javítani. Bár szerintem az ott föl fog szakadni majd, amikor pálkával hozzányúlunk. Brutális a módszer. Na hát a másodiknál már tudom, hogy nem kell a tetejét feszegetni. Szóval úgy könnyű egy videót csinálni, de ezt ugye elsőre nyomtuk. De azért lesznek az ilyen szétbarmolós videók, mert az se számít, ha szét van barmolva, de ti legalább majd utána látjátok, hogy mit lehetett, hogyan lehetett szétszedni. Na, hozok egy pálkát. Tadám, bemelegítjük a fárejtémet. Tuk, aztán max hőfokra, aztán várakozó álláspontra, meg a szivacsra egy kis vizet teszünk, meg kibogózzon egy kicsit, mert utána, amikor ekkora bogó van mindenhol, ez nem kerül a rúdba, a szivacsra vizet. Kell egy kis ónszívó harisnya, meg egy kis ón, meg egy csípőfogó, hogy vágja vezetékből. Most azt nem tudom, hogy ezt a törésgátlót, de ezt így hátrébb tudod rajt húzni. De biztosan, hogy biztos alapon ki van húzva, hogy a kettő húzból egy jó 20 centit levágunk belőle, legalább ezentúl nem ér oda a konnektorhoz, úgyhogy nem tudjuk használni, úgyhogy nem fog föltűnni, hogy rossz-e. De hát ez már nem minket érdekel, mert nem az volt a cél, hogy ezt én használjam, hanem az, hogy meglássátok, hogy hogyan lehet megjavítani, hogyha megáll. Na, oké. Egy kicsit szét kell húzni, hogy körülbelül annyira, mint ott az eredeti. Közben melegszik a pálka, most már mindjárt tök meleg is, mert már villog, akkor már kész is vagyunk. Lehúzzuk egy kicsit a retket róla. Szivacs van, vizes szivacs van. Mindjárt kicsit megblankoljuk. Ez az. Vezeték végét lecsupaszítjuk, megsodorjuk, leónozunk. Ez megvan, ugye ezek ilyen alapdolgok. Csináljuk ezekről is videót, hogy hogyan kell vezetéket csupaszolni, meg ilyen kókányú hogy kell, ahogy most csináltam, meg hogyan kell leónozni, meg ilyenek. Alá teszed a pálkát, azt adsz neki. Egyébként van olyan, hogy forrasztott tanfolyam, mert nekem megvan, és akkor ott azt tanultuk, hogy ez így nem jó, mert nem szép az ónozás, még nem látszanak az elemi szálak az ónba, meg van benne folyatószer, folyósítószer, zárvány, és akkor az már úgy már nem jó. Hát igazából egy gyárba se érdekel ez senki, hanem csak, hogy minél több darab számod legyen, úgyhogy pikpak forrasztanak. Lecsípjük a végét ennek a drótnak. Ezt meg innét kiforrasszuk. Hát az annyi lesz az egész, hogy rátámaszkodok a pálkával, aztán kihúzom a vezetéket. Csak ne fröcsögjön a szemedbe, arra vigyázz, ilyenkor van az, hogy védőszemüveg. El is megyek a védőszemüvegért. Na, de szép lettem. Azt mondja, hogy... De itt nem a szépség számít, hanem az, hogy jobb ma egy védőszem, mint hónap egy üvegszem. Az ónas csúnya dolgot csinál, ha belemegy a szemedbe. Ez az. Most kis ónszívó harisnyával eltávolítjuk a fölösleges retket. Mert ugye egyrészt kiégetted belőle a folyatószert,
úgyhogy nem fog szép lenni a forrasztás, belekókányolhatod, de minek? Minek szarú megcsinálni valamit, ha meg lehet jó, én azt szoktam mondani. Szépen leszívjuk a retket róla, ez az. Meg így át is tudod dugni, mondjuk át lehetne mókányolni, meg a másik oldal is rá tudnám mókányolni, de minek? De mi nem lehet szakszerűen valami? Na, csak az a baj, hogy egy kézzel minden nélkül bele se férek. Akkor is elérnek. Kicsit égeti az ember kezét, az jó jel, mert akkor tudod, hogy még ész. Na, csináltam. Ott elő van készítve a két furat, azon most átdugjuk a vezetéket, aztán beleforrasszuk. De szép így, mi? Jó néz ki. Itt van a leónozott vezetékünk, ezt fogjuk oda beledugdozni. Mondjuk a fejemet azt minek kéne látni, nem? Hogy az egy teljesen fölösleges eleme a videóna. Szóval innét átdugod, oda meg rápörötjen, teszek kis ónnal, ha megvan az ón. Ha szerencsém van, akkor így meg is áll. Mindig vizes szilacsó, húz le, akkor nem szeretek. Na, gyere, gyere, gyere. Forrasztani, ez az, így. Szupcsi, egy sikerült, jön a másik. Szerencsém van, akkor elegendő részt húztam szét, azaz odaér és odaér, és jön a másik forrasztás. Mindjárt megmutatom azt is, hogy mit tettem. Nem szép, nem szép, de kit érdekel. Az egész gépet megnézed belőle, olyan kókányú van legyártva, hogy teljesen mindegy. Szerintem az én forrasztásom lesz a legszakszerűtlenebb rajta. Na nézzétek meg most még, hogy égeti, hogy milyen szép. Na, ottan van. Élesség, az van, van ezen a telefonon? Jó, na, akkor ezt most így szépen eligazgatjuk, aztán megpróbáljuk. A bálka már nem kell, az mehet a hűsre. Le kell tisztítani. A pákát mindig úgy rakod el, hogy letisztítod, és utána raksz föl ónt a hegyére. Mert így a pákahegyed megmarad egy darabig. Akkor ide vissza kell tűrögetni ezt a vacak vezetéket ebbe a törésgátló vacakba. Ugye? Itt megvan, hogy van egy ilyen törésgátlója. És ezt a végtörésgátlót eszünk betenni ide a helyére. És ezzel meg vagy, akkor kész is vagy. Rakhatod össze a csodát. Úgy is működni fog, mert ennek más baja tuti nem volt. Ez így kész. A vezetéket eltűrjük. Hát én ezt ki nem mosom, akármilyen retek rondán néz ki. És akkor össze is rakhatjuk. Ugye össze kell csak pattintani. Jó erősen pattan a pattintója, de hova lett az a rugó? Van benne egy rugó valahol. Még direkt mutogattam is, hogy itt a rugó. Itt a rugó. Ezt ne hagyjátok ki, ezt a rugót. Szóval oda tedd vissza a rugót, érted? És akkor ezt úgy rakd össze, hogy azt a rugót azt tudod dug vissza a másik felébe is. Talán sikerül, és össze tudod pattintani meg ezt a maszatot. Ez az. Hát jó csúnya lett. Miért nem megy össze? Most itt mit csesztem szét, hogy ez ennyire nem akar összemenni, ami eddig nagyon összement, az most meg nem. Ja, itt a rugó egy kicsit szarú van. Vissza kell pisztergálni. Mindjárt jó lesz. Itt kilógott a rugó. Na most már nem lóg ki. Aztán mégse akar összemenni. Hát ez lehet, hogy ilyen lesz. Na, hol vannak ezek a csavarok? Itt van egy. Megette? Lehet, hogy megette. Itt van még egy. Ezeket beletekerjük, hogy valami fogja már össze. Tiszta szénkefe por vagyok. Mert le kell mosni a gépet a végén, az a lényeg. A másik, és valahol van a végébe is kellett lenni egy csavar, azért benne is van. Ott még mindig benne van minden túlét, akkor ráteszed ezt. De most ugye szétesett megint itt a vezetékelés, no para. Mert ugye tudod, hogy hogyan kell, ezt csak itt megkerülöd vele egyszer. Így, ez az, és ugye visszajössz, és akkor majd itt meg kijössz, és akkor ez így hú, de klafa lesz. Na. Így, és akkor ráteszed. Erre ráteszed ezt a kis fedelet. Légy ügyes, old meg, és húzd meg azt az egy csavart, ami ott fogja. De hát, ha megtalálnám, hogy hogyan megy ez össze megint. Így, jó lesz. Hol van az a kereszthornyos? Ugye nem csillagcsavarhúzó, a csillagokat nem csavarozzuk, azok az égen vannak. Ez kereszthornyos csavarhúzó.
No, talán belekap és meg tudom húzni, és össze van rakva, és lehet vele darálni, vagy akármit tudsz vele csinálni. Jól összeraktam. Ezek meg vannak húzkodva. És ugye, hát itt most nem túl szép a gép, mert itt azért kicsit kapott az élettől most meg tőlem. Ugye itt nem akar úgy pattani, mint régen volt. Szépen összepattan, semmi para. Belerakom ezeket a dugókat is. Hát csináld te szebben. Most már látod, hogy mit, hogyan kell szétszedni. Ezen van egy nút, azt ugye hátrafelé rakod. És össze van rakva. És bedugjuk a hálózatba. Most már a pátát nem kell. Egész más lett, ugye? Hogy működik. Na, szóval, ezért érdemes feliratkozni, ugye, hogy legyen ilyen kis frankó videó a kezetekbe, hogyan kell megjavítani a Philips Botmixert. Sziasztok!